Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Hát kezdjük talán a szénnel. Nemrégiben egy akadémikus professzornak az előadását hallgattam, meg is kaptam írásba az anyagát. Összehasonlította Magyarország természeti kincseit a világ átlaggal. Ott többek között az jött ki, hogy szénvagyonba a világ átlagnak a 2,5-szeresével rendelkezünk. Vannak egyébként egyéb bányászati kincseink is. Tulajdonképpen persze főleg lignitünk van, ami hát egy önge minőségű szén, de azért lehet belőle villanyáramot termelni, méghozzá nem is gazdaságtalanul. A számítások szerint körülbelül 250 évig lehetne egy olyan teljesítményű hőerőművet működtetni a lignit készletünkkel, a viszonylag könnyen kibányászható lignit készletünkkel, mint amekkora az atomerőmű most. Ez egy óriási nagy teljesítmény. Gyakorlatilag a szénvagyonunkkal pótolható. Na most, amikor a szénbányákat bezárták, mert hogy gazdaságtalan, akkor a következő dolog történt. Elbocsátották a bányászokat. Utána, amikor a bánya ugye bezárt, akkor bezárt a közért, a kocsma, a munkásszálló, főszedték a sineket, mert arra nincs szükség, megszűnt az autóbuszjárat, és így tovább. Ott gyakorlatilag, amikor egy szénványást bocsátottak, akkor 3-4 ember még láncreakció szerűen munkanélkül maradt, ez körülbelül 200 ezer ember. Dorogózt, vagy Homló példája. Igen, gazdaságtalanok voltak a szénbányák. Tényleg egy kicsikét ráfizettünk. Na most ezzel szemben jön a következő ráfizetés. Ugye egyrészt segélyezni kell a munkanék, ahol már 70% a munkanélküli. Úgynevezett megélhetési bűnözés. Nem a cigányok a bűnösek ebbe, hanem az, hogy nincs munkahelyük. Elveszítették a munkahelyük. Tisztességesen dolgoztak ők valamikor. Na most ez egy láncreakciószerű folyamatot indított el, aminek még nem csak a gazdasági oldala az érdekes, hanem a demoralizáló hatása. Az, hogy amikor több generáción keresztül munkanélküli emberek vannak, és példát mutatnak az utódaiknak, ez egy borzalmas dolog. Nemrégiben voltam egy közgazdász konferencián, ahol elmondták azt, hogy 1989-ben Magyarországon 6 millió embernek volt fizetett munkahelye. Nem kapott túl sok fizetést, de nem halt éhen. Volt fedél a feje fölött. Most elértük a 4 milliót. Mondjuk egyrészt ugye a vízlépcsőnek van egy hosszú története. A Dunán vízlépcsőket már a Ferenc József császár idején terveztek az első világháború előtt. Jött a világháború. Utána jött ugye Trianon, Varsze, stb. Tehát ezek a elveszített háborúk, és hát mondjuk az antant hatalmaknak nem nagyon tetszett az, hogy létrejön egy Duna-Majna-Rajna csatorna a vesztes államok területén keresztül egy hajózható vízi út, hiszen Franciaországnak volt már egy olyan vízi útja még 14. Lajos napkirály idejéből, amelyik a földközi tengert az Atlanti-óceánnal közvetlenül összekötötte, használták is a világháború alatt. Na most ez a vízi út működne, ez nagyjából olyan 2x10 sávos autópályának megfelelő szállítási mennyiséget jelentene. Tehát ez Németország, Ausztria, Magyarország, de mondjuk tehát nem a központi is, ma már nem is annyira az áruszállítás az érdekes, hanem a turisztika. Az egy nagyon, nagyon fontos tényező a hajózásban. Na most, ugye, ahogy alakult a történelem, a 30-as években szintén hát valami módon kellett ezzel foglalkozni. 1938-ban akkor még Horthy Miklósnak nevezték az országnak a vezetőjét, szakértők tanácsára eldöntötte, hogy vízlépcsőket kell építeni a Dunán, és vízerőműveket működtetni. 1940 körül lett kijelölve a Nagymarosnak a helye. Tehát Bős Nagymarosból a nagymarosi rész az már jóval korábban terveződött. Így van, hát gyakorlatilag akkor csatolták ugye vissza Fölvidéknek egy részét, és aztán ez azért változtatott a helyzeten.
Jött a világháború, lekerült a napirendről, Rákosi rendszer megint elővette ezt a témát, akkor még voltak szakemberek, ezek a csúnya kommunisták hallgattak a szakemberekre, bármennyire is nem szeretjük őket. A Duna-Tisza közi csatorna megépítése is szóba került, és hát ezt követően jött a 56-os úgynevezett OSE, ugye 56-os sajnálatos események, így neveztük annak idején, mert nem szabad volt azt mondani, hogy forradalom. És aztán valamikor a 70-es években újra előjött ez a téma. Hosszas húzavonák után 1986-ban egy szerződés jött létre osztrák és magyar vállalkozók között, ami arról szólt, hogy az osztrákok finanszírozzák a nagymarosi vízlépcsős vízerőmű megépítését az utolsó fillérig, és amikor üzembe helyezzük, akkor természetbe törlesztjük az árát 20 év alatt úgy, hogy villanyáramot exportálunk. Na most ennél jobb ajánlatot nem nagyon lehet kapni. Lényeg az, hogy ugye jöttek a tüntetések, mi egyebek, nagyon tiszteltem azokat, akik tüntettek, tehát én nem kívánom őket ezért hibáztatni. Azt hitték, elhitették velük, hogy ettől lesz majd rendszerváltás. Hát ez le volt zsírozva előre, mert 1985-ben már a két szuperhatalom megegyezett, hogy Kelet-Európát a Szovjetunió feladja, tehát itt már túl volt, csak akartak egy olyan stratégiát csinálni. Hát a vér nélküli rendszer az nagyon fontos dolog, tehát azért volt annyi eszük a Kádár rendszer idején a politikusoknak, azért ne legyen az, hogy itt lövöldöznek az utcán, meg mi egyebek. A lényeg az, hogy ez egy ilyen trójai faló volt, ez a vízlépcső ügy. Megfosztottuk magunkat a szín vagyonunktól is, és ugyanakkor külföldi kézbe került szinte minden, és azóta is függünk, hát például az orosz gázszállításoktól. Ahogy az élelmiszeriparban, ugye, cukorgyárak, stb. Na most még folytatva egy picit, ha már ebbe keveredtünk. De nagyon lényeges, hogy ebből is nagymaros kényes ügy mai napig. A témába belekeveredtünk, ugye a következő két szemben, tehát 89-ben volt a rendszerváltás, 92-ben mondtuk fel a szerződést a vízlépcső ügybe, tehát visszamenőleges hatálya lesz volt az oka a rendszerváltásnak? Tehát ez egy kérdés. Na most egy hasonlat. 1917-ben a szocialista forradalom Oroszországban a lelkes vörösgárdisták bementek a gyárakba pajszerrel, és szétverték a berendezést, hogy azt a kapitalisták építették. Most meg szétvertünk egy erőművet azért, mert azt állítólag a kommunisták építették. Na most nem a kommunisták, a kommunistáknak is volt annyi eszük, hogy hallgattak a szakemberekre. Szóval Magyarországot tulajdonképpen megfosztották az önellátás lehetőségétől, ugyanakkor még a maradék is külföldi kézbe került. Na most, hogy nagyon rövidre fogjuk, amikor ezt az osztrák fél kivonult ugye Magyarországról, Bécs alatt Freudenau-nál megépítették Natura 2000-es területen ugyanezt a vízlépcsőt, szinte egy az egybe. Nem történt természetkárosodás. A vízenergiát körülbelül magyar pénzbe átszámítva 3 forint per kilovattóra áron tudja előállítani, körülbelül 500 000 háztartás ellátására elegendő áramot. Na most... És mondjunk egy árat, hogy például az atomerőmű, vagy a szén, vagy hát az atomerőmű, vagy a villamerőművek mennyiért. Tehát a nagykereskedelmi árak szintjén mondva, nagyjából olyan 10-12 forintra lehet mondani, ami még mindig a legolcsóbb egyébként, mert a szénnel működő hőerőmű az mondjuk olyan 15-16 forint kategóriában van. A szélturbinás áramot még kötelező átvételként, hogy rá ne fizessenek, azt olyan 29-30 forint között vették át még a múlt évben. Most már szerencsére ezt visszafogták, ugyanis rövid élettartamú, ugye, a szélturbina 25-30 év alatt tönkre megy. Na most azért azt is el kell képzelni, hogy egy ilyen szélerőmű az egy felhőkarcoló. Az egy 35 emelet magasságú vasbeton torony. Igen. És ott azon forognak ugye ezek a széllapátok, amiknek a egy-egy ilyen lapát az 15-20 tonna.
mondjuk akkora, mint egy csuklós autóbusz, és ott forog fönt a magasban, és ez termel valami nevetségesen kevés áramot. Tehát, hogyha mondjuk a paksi atomerőművet ki akarnánk váltani szélturbinákkal, az körülbelül azt jelenteni, hogy 5000 darab ilyen felhőkarcolót kéne fölépíteni, körülbelül 100-szor annyi vasbetont kéne beletenni, mint amit a nagymarosi vízlépcsőbe kellett volna belerakni, és a teljes hatáskeresztmetszetet, megnézzük, hogy mekkora területet foglalnak a turbinák, körülbelül 30 millió négyzetméter. Tehát az éghajlatot legjobban a megújuló energiákkal lehet megváltoztatni. És ugyanez vonatkozik a napenergiára is, a napelemekre is, igaz? A napelemeknél hiszen ott is nem csak a szél, a nap is hiányzik majd valahonnan, hiszen ami nem éri el a talajt, hanem mondjuk felhasználódik, hát, és annak a hatásfoka is alacsony, igaz? Azt kiszámították, hogyha a Szahara sivatagot befednénk napelemekkel, akkor meg lehetne termelni az emberiség energia szükségletét, csak hogy a Szahara homokja elnyeli a napsugárzást, fölmelegszik a levegő, az fölmegy jó magasba, és ez a levegő áramlat működteti az éghajlatot, az időjárást a mediterrán térségbe. Ha lefedjük napelemekkel, és kiszedjük azt a napenergiát onnan, és elviszik máshova, fölborul az éghajlat a mediterrán térségbe. Ezzel senki nem mindenek számol. Ára van, mert tehát, hiányzik valahonnan tehát, az a nap. Tehát a megújuló energia mi az, ami meg tud újulni? Hát egy biológiai szerver tud megújulni, ha én elvágom az ujjamat, akkor az begyógyul. Ha elvágom ezt az asztalt, az nem fog begyógyulni, tehát a biológiai szervet az regenerálódik. Tehát a bioszférában azok az energiák, amik a bioszférában működtetik az egész élő rendszernek a körforgását, abból szívjuk ki a megújuló energiát. Tehát a megújuló energiáknak a túlzott használata azt körülbelül arra azt hasonlóan tudnám mondani, hogy beszúrnék az erembe egy tűt, és a vérkeringésemből kivett energiával működtetném a laptopomat, meg a mobiltelefonomat. Hát azt hiszem, hogy a kezelő orvosunk nem javasolná ezt a megoldást. Tavaly volt ez a nagyon nagy árvíz. Iszonyatos tömegű víz zúdult le. Sokkal több zúdult le, mint 1838-ban, amikor a nagykörúton 2 méter magasan állt a víz. Na most azt csinálták ezek a rafinált osztrákok meg németek, hogy amikor közeledett az árhullám, akkor leengedték a vízlépcsőkből a vizet, leürítették, zsilipek ki, és aztán jött az árhullám, és egyás után föltöltődött a 40 darab vízlépcső, és ami megmaradt, az jutott nekünk. És akkor ezek után... Tehát így menekültünk meg. Így menekültünk meg, mert különben a nyugati pályaudvaron derékig álltak volna a villanymozdonyok a vízbe. Ezek után megkérdezték az illető környezetvédelmi szakpolitikust, hogyha lett volna Nagymarosnál víznél, kiszámítottuk, ez kb. 20 centit jelentett volna lefelé, szakpolitikus nyilatkozik, azt mondja, hogy kérem szépen, hát hogyha lett volna egy duzzasztómű Nagymarosnál, akkor még nagyobb lett volna az árvíz, hát ha duzzatjuk a vizet, na most ez egy szakember, hát nem tudom, hogy Kártyán nyerte a diplomáját, de a legnagyobb gazemberség az volt, hogy amikor elterelték a Dunát a szlovákok, Dunakilitinél volt egy zsiliprendszer, amivel mi szabályozhattuk volna a vízmegosztást. Lemondtunk, átengedtük a vízmegosztás szabályozását a szlovákoknak, mert a zöld tüntetők megakadályozták, hogy ezt a zsiliprendszert üzembe helyezzük. Na most, tehát gyakorlatilag olyan, mintha nem lenne vízcsap a fürdőszobánkba, hanem a szomszéd dönthetné el, hogy mikor mennyi vizet enged a fürdőkádunkba. Tehát lemondtunk mindenről, a villanyáramról, a haszonról, a vízről. Mindenről. Na most azt is sokan nem tudják, hogy elveszítettük a hágai pert. Hát a hágai perbe kimondta a bíróság, hogy nem volt jogunk fölmondani a vízlépcső szerződést, kártérítéssel tartozunk, megalapozatlan volt a ökológiai károkra való hivatkozás. Igen. És ezt letagadták az emberek elől. A mai napig abban a hiszemben, tehát azok, akik jóhiszeműen a rendszerváltás reményében tüntettek, a legnagyobb tiszteletem. De sajnos hülyének nézték az embereket.